Összeült a frissen megalakult Szekszárd és környéke gazdakör a szekszárdi polgármesteri hivatal tárgyalójában. Az alakuló ülésen Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az országgyűlés alelnöke is részt vett. Azt mondta, a gazdakör sokat tehet a helyi gazdák érdekeiért azzal, hogy a szervezet által be tudnak kapcsolódni a parlamenti döntések előkészítésébe. A szekszárdi gazdatársadalom joggal várja azt el, hogy szervezett formában is vegyen részt a Magyar Agrár Élelmiszergazdaság döntéshozatalában. Ez a fórum, ez azt segíti, hogy a szervezet megalakul. Jakab István szerint nagyon fontos a gazdák összefogása, különösen a magyar mezőgazdaságot érintő kihívások miatt. Ilyen kihívás az elnök szerint a klímaváltozás, vagy éppen az új technológiák térnyerése. Ács Rezső Szekszárd polgármestere is részt vett az alakuló ülésen. Azt mondja, a város minden olyan kezdeményezés mögé áll, ami a közösséget erősíti, a hatékonyságot javítja a termelés különböző szektoraiban. Minden a közösség, amely előre visz egy-egy ügyet, azaz gondolom a város szempontjában nagyon fontos. Az, hogy a gazdák összefogjanak itt Szekszárdon egy újabb szervezet keretén belül, ez mindenféleképpen az ő javukat szolgálja. Én azt gondolom, hogy a fellépés, a lobbyerő sokkal jobban megjelenik, és sokkal erősebb, hogyha egy összefogás eredményeként tudnak bárhol fellépni és megjelenni. Nyilván ebben a város a névhasználattal is, például hiszen szekszárdi gazdakörről beszélünk, mindenféleképpen partner szeretne lenni. A Szekszárd és környéke gazdakör elnökének Kővári Lászlót választották meg.